Na és most megnézzük, hogy hol tart a Zebegényi házprojekt konkrétan, annak három részletét. Lesz medence, lesz belső tér, és lesz bokréta ünnep. A bokréta ünnep az az, hogy kész a tető, és nem sokára kimegyünk, és ezt megünnepeljük. Középső ugye a belső térről szól, végigjárjuk a ház különböző szobáit, és megnézzük, hogy milyen lesz. A medence, az meg a medence. Mert hogy lesz egy medence is a vendégeknek, ahova talán időnként majd mi is bejutunk már, mint hogy én, meg hogyha lesz valami közönségtali, amit úgy fejben már elkezdtem építeni oda az Zebegénybe, akkor mi? Hát ezt nem mondom, hogy mind a 390 ezeren, de hogy néhányan talán ki tudjuk próbálni. És olyat akartam, ami sokáig bírja még hozzá, irreálisan sokáig, akár 30-50 évig is. Meg olyat, amiben, hogyha egyszer berakod a vizet, akkor abból minél többet megtart, hogy minél kevésbé kelljen után tölteni, és hogy ezt a lehető legkörnyezetbarátabb módon tart a tisztán, és hogy a víz melegítésével se kelljen olyan szempontból foglalkozni, hogy abban energiát kelljen rakni, hanem amennyire lehet tartsa melegen azt a vizet, ami egyszer már belekerül. És amikor ezt az összes feltételt egymás mellé raktuk, akkor nagyon gyorsan kiderült, hogy pont Győrben, a szülővárosomban van erre megfelelő partner. Igen, ők az Aqua Comet, akikről már évek óta mesél nekem Robi, mert hogy évek óta velük dolgozik, és egyszer én is voltam náluk, és kiderült, hogy tök jó fejek, és az is kiderült, hogy egy ilyen elképesztő kis medence forradalmat indítottak el Győrből, és tök népszerűek lettek nem csak Magyarországon, hanem így Nyugat-Európában is, hát Ausztriában, Németországban, skandináv államokban, mindenfelé. Szóval ellátogattunk hozzájuk medencézni, és megnézni azt, hogy hogyan lettek Európa szerte menők a szülővárosomból Győrből. Doing big things, big swings, cashing them checks, dropping all them G's. Yeah, we doing big things, big swings, rolling on dubs, but we stay low key. We doing big things, big swings, cashing them checks, dropping all them G's. Yeah, we doing big things, big swings, rolling on dubs, but we stay low key. Get down. Rolling in the Cadillac, cruising down the block, yeah. Sipping gin and juice, homie, that's my stock. Smooth with the rhyme, got that gangster vibe. Lay back, smoking the greens, always keeping it high. Mit lehet tudni a cégről? Mióta létezik? És hogy mindig is Győrben volt-e? Igen, mindig is Győrben volt, 30 éves már a cég lassan. Egy magyar családi cég tulajdonképpen. Apa és fia alapította ezt annak idején. A legelején ők úszómedencéket kezdtek el építeni. Hagyományosnak nevezhető technológiával, zsalukőből fóliáztak, csinálták, és rájöttek, hogy nem az az érdekes, amit mindenki meg tud csinálni, hanem amitől kicsit egyediek, kicsit többek tudnak lenni, és ezért elkezdtek ezekre a medencékre fedéseket gyártani, és azt már körülbelül 30 éve gyártunk itt medencefedéseket. Ez egy olyan dolog, amit mivel nem tud bárki megcsinálni, és ők Magyarországon, ők kezdték ezt az egészet, ezért a piacon tulajdonképpen egyedül voltak. Tehát tényleg itt Győrben kezdődött ez a technológia Magyarországon? Magyarországon igen, osztrákoknál csinálták, meg németeknél csinálták, de tulajdonképpen Magyarországon gyártani ők kezdték az elején. Magyarország? Igen. Szépen. Szia, örülök! YouTube-on láttalak sokszor. Ott szoktam lenni. De ez miért ilyen magas? Azért, hogy lehessen télen? Igen. Alatta? Ezt alatta is lehet használni a medencét. Elég sokan vásárolták régebben ezeket a magas fedéseket, most már jellemzően ezek az alacsony fedések mennek, de igazából, hogyha megnézed ezt a medencét, vagy ezt a fedésnek a rajzát, ez egy ilyen 8,40 m a hossza, az azt jelenti, hogy körülbelül egy ilyen 7 méteres medence alatta elfér, úgy, hogy még előtte marad egy kis ilyen öltözőteredés, akkor télen, vagy ha nem is teljesen télen, de mondjuk így késő ősszel, amikor az alatta a medencének a vizét fűtöd, esetleg temperálod ezt a részt, akkor egy ilyen magas fedés alatt még bőven lehet úszni. West Coast G-Funk sound, laid back smooth, yeah we holding it down, Long Beach to LA, banging so hard they be feeling it up in the bay, if you're doing it small, you got to go, oh you ain't heard. A vevőitek? Mert ha jól tudom, nem is elsősorban Magyarországról már. A megrendelőknek ugye 85-90% az külföldi, jellemzően Ausztria, Németország, nagyon sokat viszünk a skandináv államokba, egy svéd partnerünk van, aki medence fedéseket visz el, volt olyan, hogy több ezer medence fedést elvitt egy évben. Magyarországon csak egy ilyen kb. 12-15%-a talál gazdára termékén. De hogy sikerült Győrből? Tehát, hogy hogyan terjedt a híre az Aqua Cometnek, hogy mondjuk a skandináv országokból is vásárolnak? Hát annak idején az első célország az nyilván Ausztria volt, és ahogy egyre jobban terjedt a hírünk Ausztriában,
Később elkezdtünk németországi partnerekkel foglalkozni, Németországba eladni medencéket. Ja, hogy így vitték tovább a jó hírét a cégnek. Ugye a medence az alapvetően ez maga ez a test, ami vagy mondjuk a mi általunk gyártott kész műanyag medencetest, üvegszálas poliészternek hívják a mi medence változatunkat. Nagy előnye ennek a dolognak a többi technológiával, zsalukköves, fóliás, üvegmozaikos csempéshez képest, hogy ez itt készül, ez egy gyárban készül, üzemi körülmények között, amiben a tulajdonos, aki megvásárolja, biztos lehet, hogy ha megnézi ezt a medencetestet, akkor az övé, ha ugyanezt rendeli, ugyanilyen lesz. Ugyanilyen színű lesz, ugyanilyen kialakítás lesz, és biztos lehet benne, hogy a minősége is tökéletes lesz. Nem befolyásolja se az időjárás, se a helyszíni körülmények, se az, hogy a kőműves éppen aznap hogyan út, azt, hogy mi lesz a végeredmény. Ezek egyrészt 30 évig medencék lesznek, másrészt ezeket 30 év után, vagy 20 év után hasonlóan egy autóhoz fel lehet kicsit frissíteni, mondjuk át lehet polírozni, át lehet csiszolni egy kicsit a fényét, hogyha mondjuk a vegyszerezés ott a 20 év alatt, vagy az UV-sugárzás a 20 év alatt egy kicsit már a fényét megtörte, fel lehet újítani, sőt vannak olyan technológiák, nekünk erre még nem volt szükségünk, mert csak egy ilyen 17-18 éve gyártunk medencét, hogy egy 30 éves medencét, ami lent van az udvaron, azt teljes egészében fel lehet újítani. Tulajdonképpen nem kell kiszedni, nem kell semmit se bontani durva dolgokat, hanem ezt a külső rétegét, ezt a felületet, amivel találkozik az ember, azt fel lehet teljesen újítani. Ettől lesz egyébként ez a medence árérték arányban jobb, mert nagyon-nagyon hosszú élettartamon van eleve. Akkor nem is tudjátok, hogy mennyi ideig tart, mert még csak 18 éves a cég, és az alatt még nem ment tönkre. Nem a medencének kell kéknek lennie, hanem a víznek kell kéknek lennie benne. És ebben a fehér színben nagyon szépen kijön a medencének a szép kék színe, vagy a víznek a szép kék színe. Az ember feltölti egyszer ezt vízzel, akkor egy teljes szezonban tisztítás mellett nagyjából azzal megvan, csak azt forgatjuk, még kicsit után töltjük, hogy mi a... Sőt, igazság szerint a medencéket alapvetően nem kell engedni télre se. Arra kell ügyelni, hogy a csövekben, a skimmerekben, azokon a részeken, ahol problémát okozhat a fagy, ott ne legyen víz, de a mai világban hát nincsenek már mínusz 20 fokok, az az igazság. Egy-két napokra vannak mínusz fokok, de egy medence, főleg amelyik mondjuk le van fedve, ez tulajdonképpen vagy be sem fagy egész télen, vagy hogyha be is fagy a medence, akkor maximum ilyen 1-2 cm vastag égréteg alakul ki rajta, és ezeknek a medencéknek nem okoz problémát. Ez egyszer feltöltjük, és akkor hát, igazából azt kell után töltögetni, szerint... meg forgatni, meg tisztítgatni? Így van. És az? Nem pont ekkora lesz nálam is? Ez pont ekkora lesz a tiéd, illetve hogyha úgy van, akkor ez lehet konkrétan a tiéd. Ja, hogy ez konkrétan az konkrétan már. A tiéd, mert... Nem szaladtunk előre? Ez valamikor tavaszra várható, addig tudjátok hol tárolni? Nyilván, illetve ugye körülbelül 20 féle medencét gyártunk, meg 9 féle színünk van, de azért, mint ahogy említettem előbb, a fehér az egy elég népszerű szín. Vannak raktári medencénk, és hogy 20-30 darab közötti raktári medence konkrétan van nálunk most is itt a telephelyen, de hogyha nem viszed el ezt addig, akkor majd eladjuk másnak, de egyébként konkrétan a tiéd ugyanilyen, onnantól kezdve, hogy a tiéd ugyanilyen, a másik is pontosan ugyanilyen lesz, amit majd egyszer legyártunk neked, úgyhogy ha azt mondod, akkor ez a tiéd. Azt a mindenit. Hát ez most nem biztos, hogy befér így az alfába. Megpróbálkozhatunk azzal, hogy a tetejére rárakjuk, és akkor valahogy megpróbálom eljutatni. Nem olyan nehéz, 450 kg csomagtartó, nem tudom mennyi súlyt bírsz el. És mondtál nekem egy marha jó dolgot, mert mi azért már beszélgettünk egy 2-3 éve ezelőtt Robin keresztül, ugye megismertük egymást, és akkor felmerült, hogy milyen medencék vannak, és felmerült az is, hogy vannak ilyen ellenáramoltatók, amik ugye arra jók, átjövök ide, mert innen jön a fény, szóval, hogy amik ugye arra jók, hogy az ember beszereli, és akkor elkezd úszni vele szembe, és egy kisebb medencében is tud folyamatosan úszni, annélkül, hogy ugye az elfogyna, és akkor mondtad, hogy gumiszallag, vagy micsoda? Így van, az az igazság, hogy ezek az ellenáramoltatók, ezek itt vannak a piacon, nagyon sokféle van, nagyon sok ellenáramoltatót lehet kapni, egészen a... hát ilyen 30 ezer euróig el lehet menni ellenáramoltatóknál. Azt, amit viszont tudni kell, hogyha valaki arra szeretné használni a medencét, hogy sportolásra tényleg kondiba tartani saját magát, nem szokták ők annyira az ellenáramoltatót választani, mert az nagyon drága. Az igazi sportolók, mondjuk egy Jakabos Zsuzsi, ő például nem vesz meg egy ellenáramoltatót, mert ő tudja, hogy az az ellenáramoltató, amivel ő szemben megfelelően tudna úszni, az körülbelül ilyen 100 ezer eurós műsor. Ehelyett ők a saját otthoni edzésükre azt választják, hogy vásárolnak egy ilyen egyszerű, hát egy ilyen gumiszalag tulajdonképpen, amit a derekára köt, kirögzíti a medence végére, és azzal szépen tud vele úszni. Tehát ha 30 ezer euró helyett egy 30 ezer forintból megvan az egész, és kb. Ugyanaz a haszna. Hát ezt majd megmondják a sportolók, hogy mennyi a haszna, de lényeg az, hogy igazából jó dolog az ellenáramoltató, de valódi, igazi sportolók azok nem szoktak azt ellenáramoltatót használni. Oh, you ain't her. Oh, you don't know. We do big things, big swings, cash.
cashing them checks, dropping all them G's. Yeah, we doing big things, big swings, rolling on dubs, but we stay low key. És akkor a medence úgy készül, hogy ez a forma, amit elkészítetek, és bekerülnek ezek a formák oda, így és rákerülnek a rétegek, kiszeditek a formát a végén, és ott marad hát a medence? Illetve fölfelé levesztük róla a kész medencét, és akkor a medence az már készen van. Vannak olyan formáink, szerszámaink, amik így néznek ki, ezek a szép narancsárgák, erre szépen rétegenként felépítjük a medencét. Először ráfújjuk a látható réteget, aztán ráfújjuk azt a vinilészter réteget, rákerül esetleg egy ilyen kerámia réteg, mint amit itt látsz, egy ilyen közbenső réteg, illetve utoljára az a fehér szászolt réteg, és akkor készen összeáll tulajdonképpen az egész medence, majd amikor megfelelően megkötött az egész, végbe mentek a szükséges reakciók, akkor ezt fölfelé leemeljük a szerszámról, átfordítjuk, és az tulajdonképpen már egy kész medence. Kész a medence, ez meg mehet a következőre. Ez meg így, mert ez meg mehet vissza a következőre. Amit itt látsz, hogy ennek amilyen a felülete, amilyen a minősége, ez átadódik teljes egészében a medencére, úgyhogy ezeknek a szerszámoknak kell tökéletesnek lenni, és akkor utána erről tökéletes medencék kerülnek. És ezt így gyártjátok a szerszámot is? A szerszámokat, ezeket a szerszámokat már mi gyártottuk a legelején, 5 évvel ezelőtt még vásároltuk a szerszámokat, gyártattuk valahol a szerszámokat, most már ezeket a saját magunk gyártjuk a nulláról. Többféle technológia van a készmedencék piacán is Magyarországon, meg hát ugye egész Európában. Mi, amit gyártunk, ezt úgy hívjuk, hogy üvegszálas kompozit készmedence. Lépésről lépésre különböző kabinokban, különböző munkafázisok során készül el a medencét. Az, hogy a medencét megfelelően UV stabil legyen, a vegyszerekkel szemben megfelelően ellenálló legyen, a színe megfelelően szép legyen, azt egy réteg biztosítja. Az, hogy a medencédnek a vízzel szembeni ellenállása tökéletes legyen, molekuláris szinten is ellenálljon a vízáthatolásnak, azt egy másik réteg biztosítja, egy úgynevezett vinilészter réteg, azt a tartó szerkezetet, amitől a medencetest meg önmagában elős lesz, azt meg egy harmadik réteg tudja biztosítani, ez jellemzően ez a poliészter szerkezet. És így, hogyha szétválasztjuk ezeket a feladatokat, akkor az azt jelenti egyben, hogy minden egyes alapanyagnak csak is annak a tulajdonság, annak az elvárásnak kell megfelelni, amiért ő felelős. Értem, tehát nem kell kompromisszumokat kötni. Ott minden így van, vannak olyanok, ahol egy anyag van, ami tudja ezt, hogy megfelelően UV álló, megfelelően szilárd, megfelelően karcálló, megfelelően vegyszerálló, meg még a színe is szép, nem feltétlenül tudja azon a minőségi színvonalon ezt, mint amit mi tudunk biztosítani különböző anyagokkal. Ha megnézed a kollégát, egy lámpa van az egyik kezében, azért csinálják így, hogy itt minden apró légbuborékokat kinyomnak ezekkel a bordáshengerekkel ebből a rétegből, ami után készen vannak, teljesen készen vannak, még egy másik kolléga átnézi az egészet, és minden egyes apró buborékot megkeres benne, és minden egyes apró gombostű fejnyi buborékot, amit megtalálunk ebben, azt még kiszedjük belőle, és egyetlen darab nem maradhat ebben a rétegben, mert ez lesz tényleg az, ami az egésznek tulajdonképpen a lelke. Ez már az utolsó lépés, amit itt a kabinomban csinálunk, tulajdonképpen ez a befejező rétege a medencetestnek. Itt hordják fel az úgynevezett üvegszálas poliészter réteget. Itt látod, hogy az egyik kolléga felfújja ezt a fehér anyagot, a többiek pedig ezzel a bordáshengerrel eldolgozzák, tömörítik, kinyomják belőle a levegőt, és ezzel igazából befejeződik az itteni munka. Na és hát ez volt a medence, és most pedig jöhet a belső építészet. Ugye ezt a projektet az én csapatom, az én menőlakásom csapata készíti, akik már így, hát hány éve vagyunk már így együtt? 10 éve? És ez egy nagyon-nagyon spéci csapat, amilyen sok hasonló szerintem nincs Magyarországon. Egyrészt, mert minden egyes tag zseniálisan kreatív. Nézzétek például ezt a stúdiót, hogy mit hoztak ki, hát tudjuk mindannyian, hogy miből az észak-koreai kínzókamrából létrehoztak egy ilyen teret, egyáltalán belelátták ezt a teret. És akkor ez még semmi a lakásokhoz és a házakhoz képest, amiket megterveznek. Ráadásul nem csak a belső építészetben kreatívok, hanem a felmerülő problémák kezelésében is, ahol más lefagyna, nekik ott mindig van egy megoldásuk, hogy hogyan lehetne áthidalni vagy megoldani gyorsan és költséghatékonyan egy problémát. Úgyhogy nem is volt kérdés, amikor nekiálltam Zebegénynek, hogy senki mással nem dolgozom együtt, csak velük, és nem csak azért, mert az én csapatom ők, hanem azért, mert tényleg ők a legjobbak ebben. Igen, ugyanis ők nem csak lakberendezők, hanem így komplex egészében látják a problémát. Látvány, funkció, energetika, gépészet, és ez most mind elő fog kerülni. És ráadásul nem hagynak magadra, szóval ameddig be nem költözöl, addig segítenek, viszont utána sem esik így szét a ház, hanem átveszed a kulcsokat, és nyugodt lehetsz az ügyben, hogy ez évtizedekig állni fog. Igen, itt például a fal vizesedett, és amikor beköltöztem a stúdióba, nagyon-nagyon sokan mondtátok, hogy hát ez egy megoldhatatlan probléma, és egy vagy két éve később újra penészes lesz a fal, és akkor jött Misi meg a menőlakásom csapata, és egy csomó olyan módszert kitaláltak, amivel eltelt most már 3 év, és még mindig nem vizesedik, sőt, még nyoma sincs annak, hogy probléma lenne. Persze egy vizesedést önmagában nem oldanak meg, de egy ilyen komplex, nagy, lehetetlen projektet azt igen, mert hogy itt
egyszerre van a tervezés is, meg a kivitelezés is, ez... Tulajdonképpen olyan kicsit ők a belső építészetnek az elpője, ahol együtt van a szoftver meg a hardware, na náluk is a gondolat meg a kivitelezés is. Szóval neki láttak ötletelni, Tekla összerakta a terveket, és most jön és megmutatja nekünk. Hello! Na. Hát figyelj, még jó, hogy lehet állítani az asztalnak a magasságát, ezt most lehúzom neked, mert így a szék nagyon alacsony. Szóval ő az. Azt mondja, hogy... Szóval bejöttünk a bejárati ajtón. Igen. Konyha. Étkező. Ez tök egyedül kitaláltam, ez érthető egyébként, tehát hogy elég jól sikerült megtervezni, mert a konyha egy kicsit sem tűnik, mint én WC-nek. A tévé alatt is lesznek tárolóhelyek, itt például be tudunk nézni ebbe a szekrénybe. Ez nem túl mély, de annál hasznosabb. Ez egy ilyen 20 cm mély szekrény, de akár még a konyhába nem elférő dolgokat is be lehet rakni, mint mondjuk ilyen pezsgős poharak, vagy ilyesmik. Beépített hűtő, fölötte tároló, még egy vékonyabb tároló, a mosogató alatt is lesz egy tároló, ott valószínűleg kuka lesz, itt van egy vékony mosogatógép, lesz egy két rózsás főzőlap. Tehát, hogy lehet mindent csinálni a konyhában, meg azért el lehet rakni az edényeket is, meg a poharakat is, nem az van, hogy ez egy ilyen fotókonyha is használhatatlan. Azt beszéltük, hogy 6 fő a maximum, aki itt tartózkodhat nagyjából, ezért mondjuk mindenből, hogyha 6 van, az még elfér, plusz egy serpenyő, meg egy lábos. A fürdőben ez a gépészeti helyiség, ugye? Oda nem megyünk be, itt a zuhany. És ennyitjuk. Zuhany, mosdó, WC. Kilátás. Ablak. Ami... Lehet átlátszó, ami elé remélem majd ültetünk növényeket. Jó. Közvetlenül az ablak elé. Igen? De hogy ez egy remény, vagy egy hát ajánlás? Ez egy ajánlás is egyben. Na jó, várjál, de mekkora növényeket akarsz, mert meg azt akarom, hogy jöjjön be a fény. Tehát hát bejöhet kis a fény, de hogy egy ilyen derékigérő kis valami bokrok. Mondjuk mit szólnál egy ilyen, nem is tudom, vádli középigérő növényzethez? Az nem lesz elég. I'm a stack that paper, watch it multiply. From the east to the west, yeah, they know I'm fly. I'll be keeping it real, never switching lanes. Doing big things, big swings, keep your head in the game. Itt fogsz a kanapén dőzsölni, és innen fogod a tévét nézni. Hát rosszabb esetben, de jobb esetben elnézek balra, és akkor ahol meg a Dunát látom. Igen. Igen, a Dunát látom, de azt tegyük hozzá, hogy nézzünk lefelé, hogy a házból, ami már megvan, az első dolog, az ez a szőnyeg, ezt már megrendeltem. Kérésemnek megfelelően berendeltem. Igen, ez nagyon-nagyon fontos dolog volt, ugyanis, hogyha elfogy, akkor soha többet nem lesz ilyen szép szőnyeget. Tök jó ez a kék lépcső. Igazából ez volt meg először, nem? Igen, igen. Az hát, volt, azon alapult a koncepció, hogy kitaláltuk a többiekkel, hogy akkor legyen egy kék lépcső. És mindenek körül épült. Tehát ez a gombhoz a kabát a tipikus igen. Esete, nem? De ez egy jó gomb. Ha felérünk, akkor van egy kis folyosó. Á, és itt vannak tárolók. Na ezt kerestem, igen. Hogy ez hol van. De akkor ide lehet rakni ruhákat, fel lehet lógatni válfára. Igen, ezt is... kinyithatjuk. Igen, ez elképesztő, egyetlen... bocsánat, tehát hogy én jártam ebben a házban, amikor még épp volt, és nem kezdtük el szétbontani, és nem volt benne ennyi tér. Tehát, hogy miközben egy négyzetcentiméterrel sem nő a hasznos alapterület, közben megjelentek funkciók az emeleten. Bejövünk a főhálóba, innen lesz szerintem a legszebb a kilátás, és itt szintén lesznek tárolóhelyek szembe. Ezt is megpróbáljuk. Milyen póló, fehér nemű nadrág, ilyesmi? Igen, ezek ruháknak ilyen kis polcos szekrények lesznek. Ezt el szokták felejteni, szóval én egy csomó olyan házban, meg akásban voltam, amit kivettem, és fotón marha jól nézett ki, csak használhatatlan volt, mert egyszer nem volt hova lerakni a legalapvetőbb dolgokat. Ha lenne tárolóhely, te belpakolnád a ruháidat? Hát miért? Mit csinál az ember? Kirakom a bőröndöt a szoba között, tényleg? És igen. Tehát, hétig. Hogy megvan tervezve. Tehát nem érzed magad rosszul, hogy valaki ezt megtervezte, kitalálta, nem. És te az egészet tönkre vágod, az egész koncepciót egy bőröndel. Nem, túl bonyolult lenne bepakolni. Én bepakolok. Let's have a toast to success. Over time come to expect nothing less. Doing big things, no time for small talk. No front, no bluff, see me walk the walk. If you're doing it small, you got to go. Átmegyünk a folyosó másik oldalára, akkor a gyerek hálóban, avagy felnőtt háló is lehet. Találjuk magunkat. Itt lesz ugye ez a beülős kis olvasós ablakrész. Két ágy, és az ágy alatt lesznek még fiókok. Úgyhogy még ide is lehet bőven pakolni. Tök jó. Jó. Azért jó, hogy tisztáztuk az elején, hogy te nem vagy egy pakolós valaki, de azt is, hogy igazából mégis beterveztél egy csomó pakolóhelyet. Igen. És akkor ez egy ilyen, hogy is mondjam, térelválasztó? Az egy, szintén visszamegyünk a retro vonalra, és nem tudom, hogy neked
rémlik-e, amikor volt egy zárt szelvény keret, de ezt modernizáltuk, uh-huh. és ez egy ugyanúgy egy zárt szelvény fémszerkezet lenne, csak ilyen raffia zsinórral lenne betekerve, ilyen természetes. Raffia. Figyelj, másodszor hallom életemben, először a Monty Pythonban, amikor az egyik jós... Spárgával, akkor ez jobban hangzik. Igen, köszönöm. A raffia kötő állvány, ez most értelmet nyert. Raffia kötő állvány. Eszter ötlete volt, hogy a falra pedig zebegénnyel kapcsolatos, fortepános régi képek fognak felkerülni egy csomó helyre, és ez is tök izgi, hogy így zebegénynek a történelmét egy kicsit visszahozzuk a házba. Illetve a kék is ugye ehhez kapcsolódik, mert egy csomó népművészeti zebegényi elem az kék, egy csomó ház kék, és nagyon szép motívumok vannak, amik kékek az ottani népviseletben is. Igen, tehát hogy ez nem egy teljesen elrugaszkodott őrület, hanem hogy igen. a kéknek van nyoma. Sok minden visszautal arra, hogy zebegényben milyen népművészeti motívumok vannak, meg hogy hogy néz ki zebegény, meg minden ilyesmi. Nagyon várom, köszönöm. És gratulálok, és köszönöm. Az egész csapatnak gratulálok, és köszönöm. Mindenkinek gratuláltam, de most nem tudok mindenkinek kezet fogni, hanem rajtad keresztül, mint egy. Én köszönöm. Örülünk, hogy tetszik. Na, és most, hogy elment Tekla, nincs más hátra, mint hogy megnézzük, hogy a ház még mennyire nem úgy fest, mint ezeken a terveken, de minden esetre itt van a bokréta ünnep, végre átadjuk a háztetőt, és tudunk annak örülni, hogy kezd házformája lenni a cuccnak. Május olyan lesz, mint a terveken, de most még nem olyan. De már egyre közelebb vagyunk hozzá. Na gyertek! És most arra megyünk, északnak, zebegénybe. Pedig mehetnénk délfelé is, Újbudára, mert ott meg egy marha jó program lesz, amit majd meg is nézünk, csak nem most. Lényeg, hogy korábban már meséltem nektek arról, hogy a város részben nyílik meg az ország első technológiai alapú kreatív tudásbázisa, az Adaptér. És most pont ez fog történni a Bercsényi utca 10 szám alatt. Ez egy régió szinten is egyedülálló intézmény a legmodernebb technológiákkal, amik segítik az aktuális társadalmi kérdések átbeszélését és megvitatását. És mindezt azért teszik, hogy akik bemennek oda azok, hogy is mondjam, jobban tudjanak adaptálódni a modern világ kihívásaihoz. És december 28-án meg 29-én lesz egy ilyen nagy kétnapos megnyitó, ahol ezek a technológiák kipróbálhatóak lesznek, lesz például deepfake gyár, ahol bárki kipróbálhatja, hogy mennyire nagyon könnyű manipulált videót készíteni a mesterséges intelligencia segítségével, de ugyanezzel lehet majd zenét is komponáltatni, jön egy görög média művész, lesznek zenélő szőnyegek, és egy 30 méter magas épület falán is lehet majd széket játszani, szóval meglehetősen király lesz a program. Be is linkelem a videó alá. De én most menjünk tovább zebegénybe. Small, you got to go. Oh, you ain't hurt. Oh, you don't know. Oh, you don't know. Hello! Hát van tetőszerkezet. És van bokrét. Hozzatok egy bokrétát konkrétan. Szia. Hello. Sziasztok. De jó, hát ez tényleg kezd egyre házszerűbb lenni. Így az ember innen már elhiszi, hogy lesz valami. Látod a fényt az alagút? Látom, ott van, itt az alagút és ott van a fény. Hogyan tovább, hogy fólia az mikor kerül fel? Szerintem hétfőn. Hétfőn, aha, és akkor hétfőn felkerül. Állunk, meg kész. És akkor be lesz zacskózva felülről, akkor beállni már nem fog. A belső rész az már nem fog. Tehát három nap múlva be van felülről zárva. És miért van kétféle színe a gerendáknak? Azért van kétféle színe, mert ami zöld, az ugye az új anyag. Ami a natúrfa színű, az amit a fadoktorok lekezeltek, az a bontott anyag visszadolgozás. 40%-a akkor az bontott anyag. Tök jó. Na és hát szóval, hogy összegezve, hogy akkor mi várható, szóval be lesz csomagolva itt néhány napon belül, aztán a vlogon is szünet lesz, meg az építkezésen is szünet lesz, de január végén elvileg, mikor jön a cserepezés? Azt mikorra tervezitek? Januárban, oké, meg lesz a cserepezés, aztán megérkeznek a nyílászárók is január végén, és ez azt jelenti, hogy ilyen február elejére viszont teljesen be lesz csomagolva kívülről, és nem fog szerelni sehonnan. Aztán jöhet az összes többi, például az áram. Azzal most vannak gond. Igen. Tehát ti tudjátok, hogy ezzel mekkora baj van? Na, mert hogy az van, hogy megkértük a szolgáltatót, az E.ON elműt. Igen. Szóval megkértük az E.ON elműt, hogy kicsit bővítsen itt a 16 amperből, mert az nem lesz elég az új házhoz, hanem kell a 3x32 amper. És kaptunk egy dátumot, hogy 2024... az még semmi, mert az még bármi lehet, de június 31-ig. Fogják ezt ki. De nem lehet bekapcsolni majd a házat. Tehát ahogy most kinéz, hogyha tényleg tartják ezt az időpontot, akkor az, hogy a ház készen lesz valamikor tavaszra, és nem tudjuk bekapcsolni, mert hogy nincs elég amper hozzá, de ez biztos csak valami félreértés, és bízunk benne, hogy előbb megtörténik ez a bővítés, hiszen néhány métert kell lehozni a kábelt, és azért az csak nem tarthat 7 hónapig, ugye? Na és akkor ezzel most mi van? Hogy ezzel most mit kell csinálni? Ő a bokréta. Igen.
ő kerül a legmagasabb pontjára most a tetőnek, így, hogy kész van a tetőszerkezet. Igen. Az Ádám fölrakja a bokrétát. Jó. Utána mi valahogy fölküzdjük magunkat mind a hárman a... Igen. Gerendázatra, jó. A tetőszelemenre. Iszunk egy pálinkának látszó valamit, és szépen egyesére oda a kádba, de ha igálhatjuk a poharat. Ott össze fog törni? Össze kell törni. Betont is raktunk bele. Jó. Big swings, cashing them checks, dropping all them G's. Yeah, we do big things, big swings. Rolling on dubs, but we stay low key. We do big things, big swings. Cashing them checks, dropping all them G's. Yeah, we do big things. A feleséget csinálta a bokrétát. Gyönyörű lett. Nagyon köszönöm ezúton majd is neki. Majd neki. Jó. Már úgyis néz. Basszus, ti ezen álltok? Én azért kapaszkodom, tehát a srácok nem kapaszkodnak, de én erőteljesen. Jó, és akkor az a szokás, hogy kocintunk, ledobjuk, ha összetörik, akkor mi van? Jó szerencse éri a házat. Jó szerencse éri a házat, meg az építkezés. Hát egészségetekre, köszönöm szépen. Csodálatos, hogy itt tartunk. És akkor Isten áldása kísérje az építkezést, a házat és annak lakóit. Úgy legyen. És most mit csinál? Vágjam oda? De mi elég, ha egy összetörik? Vagy mind a háromnak majd összekedve? Majd a végén alkudozunk, jó? Basszus, bele kéne találnom. Hát elég nagy az a kád. Összetörött! Siker. Darabokra. Hát de ott az enyém, jó? Na, hát nagyon szépen köszönöm még egyszer innen lentről is. Ez egy élmény, most sose vettem még részt bokréta ünnepen. Na hát figyeljetek, egyértelműen haladunk, és elképesztően jó érzés, hogy már itt tartunk. A videó az ezen a ponton véget ér, a videó alatt van egy csomó hasznos link, az esemény linkje Újbudán, ott van természetesen a nagyon menő győri medencegyártó cégnek a linkje, és természetesen a menő lakásnak is a linkje, Teklával és a többiekkel. Azt érdemes kattingatni és megnézni, hogy milyen csodákra képesek, mert hogy ebből is egy csodálatos dolog lesz. A házépítős projekt az idére ennyi, de ha minden igaz, akkor jövünk vissza valamikor jövő év, január elején, február végén, amikor hát remélhetőleg a ház már egészen máshogy fog kinézni, mint most. Sziasztok! Yeah,